Sziasztok! Ebben a videóban megmutatom, hogyan tudtok hatékonyan edzeni otthon hátra. Én ehhez 2 darab kézi súzót fogok használni és egy padot. Ha esetleg nincsen otthon súzó, nyugodtan használhatsz egy rekeszt vizet, vagy egy táskát, amiben pakolsz pár nehéz cuccot. Ha nincsen padod, nyugodtan használhatsz egy széket. Az edzés alatt megmutatom a szerintem 7 legjobb gyakorlatot, amit hátra tudtok végezni otthon. Mielőtt elkezdeném, kérlek, hogy nyomj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára, ez sokat segítene a YouTube algoritmusa miatt. Létrehoztam egy új Instagram és Facebook oldalt is, ha esetleg kíváncsi vagy, kövess be ott is, fogok posztolni recepteket, edzéseket, edzésterveket. A következő videóban meg fogom mutatni a legjobb tippeket a gyorsabb fogyáshoz. Ezeket minden tapasztalatból szedtem össze, ezek váltak le nekem is. A következő otthoni edzés videóban meg fogom mutatni, hogyan tudtok edzeni bicepsre, tricepsre és vállra. Szóval most, hogy ezeket elmondtam, ugorjunk is bele az edzésbe. Ez a gyakorlat minden izmot aktivál a hátban, különösen a hát szélesítésében a legjobb. Ahhoz, hogy a gyakorlatot a korrekt módon végezd, dőj egy picit erőre, nyomd ki a feneket, vagy kucsíts, ha jobban tetszik, és tartsd a hátad egyenesen. Amikor a súlyt felhúzod, figyelj arra, hogy a könyököd minél jobban a hátad mögé próbáld húzni. Amikor a könyököd ebben a pozícióban van, azaz a súly fent van, feszítsd meg a hátad annyira, amennyire csak tudod. Így fogod a gyakorlatot a legjobban érezni, azt, hogy melyik izommal dolgozol. Akkor a súlyt válasz, amivel minimum 8 és maximum 12 ismétlést tudsz megcsinálni. Ha a mozdulatot rosszul végzed, akkor túlságosan be fogod vonni a bicepszed, és így le fogod venni a terhelést a hátadról. Csinálj 4 szettet, 8-12 ismétléssel. Leginkább a rombuszizmot és a vállakat tudod ezzel a gyakorlattal edzeni. Dőlj erőre egy kicsit, nyomd ki a feneket és tartsd a hátad egyenesen. Majd emeld fel a két karod szélesen. Figyelj arra, hogy a könyököd legyen egy picit behajlítva. Amikor a két karod fent van, feszítsd meg a hátad annyira, amennyire csak tudod. Megint csak mehet 4 szett, 8-12 ismétléssel. Ezzel a gyakorlattal a trapézizmot, azaz a hát felső részét fogod edzeni. Állj fel és tartsd a hátad egyenesen, feszesen. Vegyél súlyt mind a két kezedbe és egyszerűen végezz vállemeléseket. Képzeld el, hogy egy dió van a hátizmod között, és azt akarod feltörni azzal, hogy megfeszíted a hátat. A mozdulat elsőre furcsa lesz és nehéz, de ha eleget gyakorolsz, akkor hamar rá fogsz érezni. Ebből a gyakorlatból végezhetsz több szettet is, magasabb ismétlés számmal. Ha már a mozdulat helyesen megy, akkor használhatsz nagyobb súlyt is. Csinálj 5 szettet 20 ismétléssel. Ez a gyakorlat leginkább a hát alsó és középső részét edzi. Fejleszti a tricepset és a vállakat is. Feküdj le a földre és helyezd a két tenyered magad előtt. A térdeid alá tegyél valamit, ami csúszik a padlón. Majd próbáld magad úgy felhúzni, hogy a térdeid a padlón maradnak. Ez a gyakorlat egyáltalán nem könnyű, szóval csinálj 4 szettet 10 ismétléssel. Ha hátad már erősödött, nyugodtan emelhetsz az ismétlés számon. Szintén minden izmot megmozgat a hátban, különösen azon az oldalon, amelyiken dolgozol. Ez a gyakorlat is leginkább a hát szélesítésére szolgál. A gyakorlat nagyon hasonló az elsőhöz, de ebben az esetben csak egy oldalon fogsz dolgozni egyszerre. A gyakorlatot leghatékonyabban egy padon vagy egy széken tudod végezni, hogyha nincs egyik sem, csinálhatod azok nélkül is. Ha a jobb oldalon dolgozol, a bal lábad és kezed helyezd a padra. A jobb lábad támasz a pad mellett. Szóval olyasmi formát kell felvenned, mint egy kutyapóz. Vedd a súlyt a kezedbe és végezd ugyanazt a mozdulatot, amit az első gyakorlat esetében is. Ugyanúgy figyelj a könyöködre és tartsd a hátad egyenesen, majd feszítsd meg, amikor felhúzod a súlyt. Csinálj 4 szettet 8-12 ismétléssel. Súlyválasztás tekintetében a szabály ugyanaz, mint az első gyakorlatnál.
Ezzel a gyakorlattal majdnem minden húzóizmot meg tudsz dolgozni. Fejleszti a hátizmot és bicepset, mint másodlagos izomcsoport. Ezt a gyakorlatot legkönnyebben otthon egy asztal segítségével tudod végezni. Múj az asztal alá, majd ragad meg a két szélét mind a két kezeddel. Majd úgy próbáld felhúzni magad, hogy a mellkasod érintse az asztallap alját. Ez a gyakorlat sokkal nehezebb, mint amilyennek tűnik. Csinálj 4 szettet 10 ismétléssel. Nehezítésképpen pakolj súlyt egy táskába, és végezd a gyakorlatot azzal a hátadon. Ez a gyakorlat leginkább a hát alsó részét, azaz a derekat, valamint a hát középső részét fogja fejleszteni. Egyszerűen csak feküdj le a földre, majd nyújtsd ki a két kezed és lábad, emeld fel azokat egyszerre. Tehát végezz hajlításokat. Ha esetleg van otthon egy padod, egy kartámasszal, akkor csináld a gyakorlatot azon, így sokkal effektívebb lesz a hátizmodban. Ha esetleg ez túl könnyű lenne neked, akkor tarts súlyt a kezedben, így sokkal effektívebb és nehezebb lesz a gyakorlat. Csinálhatsz 5 szettet, 20 vagy akár 25 ismétlésre. Szóval ezek lettek volna a szerintem legjobb gyakorlatok hátra, amit otthon tudsz végezni. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot és iratkozz fel a csatornámra. Ha esetleg szükséged lenne segítségre a diétáddal vagy az edzéseddel kapcsolatban, írd meg kommentben, vagy küldj egy e-mailt és segítek. Szóval ennyi lett volna ez mára, sziasztok!